Üdvözlöm Önöket, az Öböl Televízió hír összefoglalója következik. Nézzük kiemelt híreinket először, egy-egy mondatban. Célegyenesben. A Magyar Államkincstár országos tájékoztatása a pályázati felhívásokról. Lakástűz. Katasztrófavédelmi bemutató a balesetek megelőzéséért. Taekwondo. Megyei verseny kezdőknek és gyermekeknek. A Magyar Államkincstár információs napokat szervezett országszerte azzal a céllal, hogy a közeljövőben megjelenő pályázati felhívásokat minél szélesebb körben megismertessék a felhasználókkal. A terület és településfejlesztési operatív program elsősorban az önkormányzatok gazdaságfejlesztési és azzal összefüggő településfejlesztési akcióit fogja támogatni. A Magyar Államkincstár közreműködő szervezetként támogatja a terület és település fejlesztési operatív program, vagyis a TOP források hatékony és szabályszerű felhasználását. Támogatják a pályázókat, hogy a projektötletekből sikeres fejlesztések valósuljanak meg. Hamarosan megjelennek a pályázati felhívások. Minden remény megvan arra, az én jelenlegi információm szerint, hogy évvégéig kiírásra kerül mind a 19 topos pályázat, de januárban már mindenképpen készülhetnek az ebben érdekeltek arra, hogy elindulhat a pályázatírás és a pályázat benyújtása. A jelenlegi uniós ciklus fejlesztései nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a különböző területi különbségek csökkenjenek, az elmaradott területek fejlődhessenek, a fejlett térségek gazdasági szerepe pedig tovább nőjön. De fontos feladat a turizmus és a vállalkozások fejlesztése, az energiahatékonyság, az urbanizáció folytatása. Valamennyi területen kiemelt fontossága van a helyi, térségi identitás fejlődésének. Mindezek Magyarország versenyképességének erősödését eredményezik. A fenntartható fejlődés szempontjából rendkívül fontos, hogy a vállalkozások az összes pénz mintegy 60%-át ezen belül is a KKV-k kapják meg, hiszen a legnagyobb foglalkoztatók összességében a kis- és középvállalkozások, és hát egyszer majd csak elfogy sajnálatos módon mondhatjuk most a kohéziós alapokból jutó pénz Magyarországnak, mert ez csak azt mondja az Unió, hogy Magyarország felzárkózott. És ezért meg kell teremteni annak az alapját, hogy utána saját erőből hogy tudjuk a fejlődésünket fenntartani, továbbfejleszteni. Ennek a megalapozása, most ez egy fontos kérdés, 2013 és 20 között. Ráadásul ugye versenytársak a szomszédos országok, ezért ha előbb lépünk a gazdasági fejlődésben, előbbre jutunk, az a piacon is meg kell, hogy jelenjen, és aki ott versenyelőnyt szerez, az akkor egyébként is előbbre fog jutni. Polgárdi Imre, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, hogy a megyei jogú önkormányzat felkészült a pályázatok fogadására, menedzselésére. Jelen volt a tanácskozáson Porga Gyula, Veszprém megyei jogú város polgármestere, aki kifejtette, hogy a pályázatokkal folytatják azt az elképzelést, miszerint nem csak várost, hanem közösséget is építenek. Veszprém megyében a topos pályázatokra fordítható keretösszeg 45 milliárd forint, míg ezen felül Veszprém város 11,5 milliárd forintnyi beruházással gazdagodhat. A Balaton Fejlesztési Tanács legutóbbi ülésén került sor 13. alkalommal a Balaton Régió Közbiztonságáért díj ünnepélyes átadására. A Közbiztonsági Testület díjbizottságának döntése alapján 2015-ben hárman kaptak kitüntetést. Megyénkből Novák Nász Péter, rendőr alezredes, a Balatonfüredi Rendőrkapitányság rendészeti osztályának vezetője. A balatoni nyárrendőri feladatait vezetőként több mint egy évtizede szívén viseli. Folyamatos fejlődési igénnyel, új ötletekkel, új szolgálati eszközökkel. Hangzott el a méltatásban. Kitüntetésben részesült még Olá László tűzoltó alezredes, a Somogy megyei katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője, valamint Kassai Miklós, címzetes rendőrfőtörzászlós, a Zala megyei rendőrfőkapitányság munkatársa. Katasztrófavédelmi bemutatót tartottak szombaton Veszprémben, a Haszkovó lakótelep melletti területen. Egy konténert rendeztek be lakószobának. A tüzet a fenyőfa meggyújtásával szimulálták a szakemberek. Így mutatták be a sokaságnak, hogy ég ki percek alatt a családi fészek. A tűzoltók mellett a mentősök is szakszerű bemutatót tartottak. Igen, már így, tényleg.
Hamar meggyulladt a karácsonyfa. A tűz pillanatok alatt átterjedt a bútorzatra. Néhány perc múlva már hatalmas lángokkal égett a berendezés. A gomolygó füst messziről is jól látható volt. A bemutatóra berendezett konténer 3 perc után teljes terjedelmében kiégett. A bemutató alatt Nádai Balázs parancsnok beszélt a történésekről. Hatékonyabb, ha az emberek látják, mi történik felelőtlenség esetén. Meg kell ismerni, milyen a tűz valójában, hogyan keletkezik és mik a veszélyforrások. Azt szerettük volna, hogyha látják azt, hogyha ilyesmi keletkezik otthon a lakásukban, akkor ne hősködjenek, hanem az életüket mentsék, meneküljenek ki az épületben, hagyják el az épületet a lehető leggyorsabban. Szerettük volna azt is elmondani, hogyha bármikor ilyen történik, mi az, amit ne csináljanak. Tehát ugye azt is elmondtam, hogy ha zárt helyzetű ajtó mögül füst távozik, soha ne nyissák magukra, mert szúróláng keletkezik. Elmondtam, hogy maga a szúróláng az hogy keletkezik. Felhívtam erre a figyelmüket. Ez volt a legfontosabb része ennek az egésznek, illetve be tudtuk mutatni a munkánkat is, mert elmondtam részleteiben azt, hogy amikor kiérkeznek a tűzoltók, akkor mi történik. Ha a száraz fa kigyullad, nem lehet eloltani. Az emberek tűz esetén hamar pánikba esnek. A hősugárzás és a füst miatt azonnal el kell hagyni a helyszínt. Ez a legfontosabb üzenete a gyakorlatnak. Felnőttek és gyerekek egyaránt döbbent arccal figyelték a történéseket. Elgondolkodtatta őket. Odafigyelünk. Főleg a fa mellett, ugye? Igen. Mit sajnáltál legjobban? Égett a karácsonyfa alatt a csoki. Csoki? Fellobbant és most már és hollott csoki le belőle. És te szoktál csillagszórozni, ilyesmi? Mit szoktál vele csinálni? Te gyújtod meg karácsonykor? Nem. Dehogy nem. A papáiknál te csillagszórozol mindig. Igaz? Sok múlik azon, hogy a tűzoltók időben a helyszínre érkezzenek. Egy valós helyzet mindig veszélyes. Ezért fontos a jól szervezettség, a gyakorlottság, a parancsra cselekvés. Életek múlnak rajta. Oltás megkezdése előtt a parancsnok mindig felderíti a terepet. Egy ellenőrzött körülmény, tudtuk, hogy mit pakoltunk be, de ez egy valós helyzetben ez a tűz tovább terjed. Tehát itt a konténer miatt ez nem tudott tovább terjedni, de a való életben tovább tud. Ha egy konyha kigyullad, akkor lehet, hogy kigyullad a konyha az első emeleten, aztán lehet, hogy a következő szinten az a 6. emelet, mert ugye a szellőző is végig tud, ott is tovább tud terjedni a tűz. A tűzesetek gyakran járnak személyi sérüléssel és vagy füstmérgezéssel. A mentőszolgálat képviselői próbababa segítségével mutatták be, mit kell és mit nem szabad ilyenkor csinálni az áldozattal. Ugye a beteg fejét hátrahajtjuk, hogy szabad légutat biztosítsunk, és vizsgáljuk a légzést 10 másodpercig. Hogyha 10 másodperc alatt nincsen légzés, vagy csak egy, akkor újraélesztést kell, mellkas kompressziót kell kezdenünk. Ugye ezt ki tudjuk tapogatni szépen, hogy hol a szedcsontunk a mellkasunk közepén, és ott a kezünket egymáson átkulcsolva, a szedcsontra téve a csuklónkat, nyomjuk a mellkast körülbelül 100-110 per perces frekvenciával. A gyerekek a bemutatót követően megnézhették belülről is a tűzoltó autót. Hagyomány a Vörösberényi iskolában, hogy a karácsonyra hangolódás jegyében ünnepi alkalmakat szerveznek. Az osztályok készítik az aulában elhelyezett adventi ablakokat, és az ünnepélyes nyitáskor derül ki, kinek a rajzát találták idén a legjobbnak. A csoportok dalokkal, műsorral készültek erre az iskolai közös alkalomra, majd hangverseny következett. Karácsonyi hangulatban várta az iskola tanulóit az ünnepi reggelen. Minden azt mutatta, ezek a napok már a karácsonyra való felkészülésről, a ráhangolódásról szólnak. Az iskola adventi kalendáriumának most újabb 4 ablakát nyitották ki ünnepélyesen. Hagyomány már ez a Vörösberényi iskolában. 3 évvel ezelőtt egy rajzos kolléganővel megálmodtuk, hogy ide a főfalra elhelyezünk 12 darab ablakot, ugyanis 12 évfolyama van osztálya, összesen tanulócsoportja a Vörösberényi Általános Iskolának. Így minden osztálynak adtunk egy ablakot, és a rajztanárnénik és tanítónénik segítségével mindenki készül advent idején, elképzeli, hogy mit szeretne karácsonyra, hogyan ünneplik ők otthon a családokban, lerajzolják, megszavazzák a nyertes rajzot, és az ünnepi reggelen a nyertes tanuló, akinek a legszebbnek ítélték a rajzát, kinyithatja az osztály ablakát. Ezen a reggelen egymást érték az eheti felelős osztályok műsorai. Nagyobbak és kisebbek lázasan készülődtek a fellépésre. A lépcsőforduló színpaddá változott az adventi kalendáriummal a háttérben, és itt adták elő egymás után
után a hangulatos dalokat, verseket. Most a fenyőfák ágai védnek, most aki éhes, kapjon ebédet. Most aki álmos, álmodni tudjon, most aki gyertya, el ne aludjon. Beterített a karóval búzaföldet szántott, Mikulásra kinteget, most várjuk a részszántót. Szent karácsony eljött, az ég a földre szállt. Mert a fényben ünnepelj át az éjszakán. Az ablaknyitó ünnepség fénypontja akkor következett, amikor újabb ablakokat lehetett kinyitni. Azok a diákok tehették ezt meg, akik a legszebb rajzot készítették el osztályonként. Büszkén állhattak társaik elé. Úgy készülök karácsonyra, hogy csinálok ajándékokat mindenkinek, meg ilyesmit. Izgultam egy picit, de nagyon jó érzés volt, mert egész első óta erre vártam, hogy kinyissam az ablakot. Volt ilyen ablak, és akkor azokat kivágtuk, és ragasztottunk a másik felére papírt, amivel is rajzoltunk bele ilyen ajándékokat. Az ünnepi koncerten a zeneiskolába járó diákok mutatkoztak be, számot adtak zenei tudásukról, tehetségükről. Célunk, hogy minél többen megszeressék a zenét, zeneértő, zeneszerető gyerekek legyenek. Ezúton is szeretném megköszönni a Kossa György Zeneiskola a hangszeres tanárainak a felkészítő munkájukat. Erre az ünnepi alkalomra készült az iskolai kórus is. Az éneklők hangja betöltötte a teret, karácsonyi hangulatot árasztva a tanulók, pedagógusok, szülők szívében. A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel veszíteni. Hangzott el a Veszprém megye legjobb sportolója díjátadón. A Veszprém megyei sportszövetség a megyei önkormányzattal együttműködve rendezte meg az évvégi gálát. Veszprémben a megyeháza Szent István termében látták vendégül a megye legjobb sportolójának választott díjazottakat. Polgár Imre, a közgyűlés elnöke köszöntötte a meghívottakat. Beszédében kitért a sport jelentőségére, mely nem csak a testet edzi, hanem a személyiséget is gazdagítja, a lelket megérinti. Erősíti az összetartozás érzését, és mindenkit büszkeséggel tölt el, emelte ki. Térségünkből a balatonfűzfői Fodor Sándor kapott elismerést. 1962 óta tagja a Teke Szövetség elnökségének, 1981 óta pedig az elnöke. Tevékenysége alatt Veszprém megye a Teke sport fellegvára lett. A Tüskés Endre díjat a névadó édesanyja nyújtotta át a sportembernek. Jelenleg egy szuperligás csapatunk van, 3 NB1-es és 1 NB2-es csapatunk van. Nagyon kevés, talán 1-2 van még ilyen az országban, mint amit mi tudtunk produkálni. Azért hangsúlyoztam, hogy én a kitüntetést az egész Tekesport érdemének tekintem. A Tüskés Endre díjat Tótné Nagyőszi Ildikó és Cingler Sándor kapta még meg. Szövetségi elismerésben többen részesültek. A rendezvényen a megye legjobbjai mellett speciális kategóriában is kiosztották az elismeréseket. A gála műsor részeként különböző táncstílusokból kaptak ízelítőt a résztvevők. November végén zajlott Balatonalmádiban a Mongúzok Kupa megyei tékvándó verseny. Veszprém megyéből 8 csapat 96 versenyzővel érkezett a megmérettetésre. Formagyakorlat, tradicionális küzdelem, valamint egyéni és csapat erőtörés kategóriákban, minden korosztályban és övfokozatban zajlott a viaskodás. A küzdelmi versenyszámokat tavasszal rendezték meg Pétfürdőn. Izgatott várakozás, készülődés, koncentrálás a feladatra. Éppen az erőtörés zajlik.
kézzel és lábbal, lábfejjel és sarokkal. A jó időzítés mellett a pontosság is nagyon fontos, hogy a deszka ketté törjön. Ez a megyei verseny, egy felkészítő verseny, ide a teljesen kezdők, akiknek már van önvizsgája, el tudnak jönni. Itt megtapasztalják, milyen az a versenyérzet, elkezdik legyőzni magukban a félelmet, hogy szerepelniük kell mások előtt, bírók előtt, versenyszabályokat betartva. Aki ezt megszokja és kellő rutint szerez, azt a mester engedi tovább az országos versenyekre. A megyei döntőből az országos versenyre jutnak tovább a csapatok. Sok múlhat a jó teljesítményen, hiszen a válogatottba jutás az egyik legnagyobb elismerés. A versenyt elsősorban gyermekeknek és kezdőknek írták ki. Ez felkészülés az országos és nemzetközi küzdelmekre is. A Mongúz kupán különböző öffokozatú versenyzők kategóriáktól függően egyénileg vagy csapatban küzdöttek. Szerencsés helyzetben vagyunk, ugyanis a tékvandóban olyan sokrétű lehetőség van versenyeztetésre, hogy akik kevésbé harciasak, ők is megtalálják a számításokat, akár formagyakorlatban, akár tradicionális formai küzdelemben, amit úgy kell elképzelni, mint egy Jackie Chan filmben egy küzdelmi jelenet, viszont itt nincsen 3-4 másodperc után snit, és megáll és pihen, hanem folyamatában kell bemutatni hosszasan a gyakorlatát. Aki kicsit keményebb, ő megtalálja magának az erőtörést, vagy a speciál technikai törést, aki viszont a harcművészetnek a legmélyére akar eljutni, eljut teljesen a küzdelemig. A legeredményesebbnek felajánlott kupát a herendi csapat szerezte meg. Az almádi mongúzok a második helyen végeztek összesítésben. A versenyen 40 kategóriában osztottak ki érmeket. Lássuk még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Célegyenesben. A Magyar Államkincstár országos tájékoztatása a pályázati felhívásokról. Lakástűz. Katasztrófavédelmi bemutató a balesetek megelőzéséért. Tékvándó. Megyei verseny kezdőknek és gyermekeknek. Most a kistérségi magazinunk következik, amelyben az alkohol, gyógyszer és drograbságáról beszél egy érintett. Majd a pszichológus szól a szenvedélybetegségekről. Ezt követően folytatjuk gyógynövénytár sorozatunkat, melyben a megfázás gyógynövényes kezelését kísérhetik figyelemmel. Elérhetőségeinket a képernyő alján olvashatják. Hívjanak vagy írjanak nekünk. Látogassák meg internetes oldalunkat, és keressék saját videó csatornáinkat, ahol korábbi híradóinkat és stúdióbeszélgetéseinket is megnézhetik, vagy ha tehetik, csatlakozzanak Facebookos közösségünkhöz. Friss hírekkel legközelebb pénteken jelentkezünk. Én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!